Körülbelül 70 kilométerre vagyunk Szekszártól, Tolna megye északi csücskébe, Magyarkeszire érkeztünk meg. Ez a körülbelül 1200 lelket számláló település környezetében nagyon friss a levegő, nem is csoda, hiszen főleg állattenyésztéssel foglalkoztak itt a régi időkben. És itt működik a méltán híres és nem is olyan régen felújított Gizella hengermalom. Ezzel is megismertetjük ma önöket, de most akkor menjünk egy kicsit beljebb. Ahogy ígértem, megérkeztünk a Gizella hengermalom impozáns épületéhez. Én azt hiszem, hogy Juhász Gizellának jobban utána fogok nézni. A három Kovács testvér közül ugyanis Kovács Flórián felesége volt Juhász Gizella. A három Kovács testvér építette ezt a hengermalmot, és Gizelláról pedig a feleségről lett elnevezve. Úgyhogy én azt hiszem, miután itt végeztünk a forgatásra, kutató munkába kezdek, és utána járok, hogy mit is kell tenni azért, hogy egyszer rólam is elnevezzen a férjem egy ilyen gyönyörű szép épületet. No, de most akkor 100 szónak is egy a vége, menjünk be és nézzünk szét egy kicsit. A Gizella hengermalomban tartózkodunk jelenleg, de a helyiek a malmot vizes malomnak hívták, annak ellenére, hogy ez egy hengermalom. És az itt megőrölt termények, rózs, árpa, búza elsősorban, és nem csak a helyi lakosok hordták ide a terményeiket, hanem a környező településekről is, például Fürgedről rendszeresen ide látogattak hozzánk. A malom az 50-es években terményraktárként még funkcionált, de azóta az utóbbi évtizedekben kihasználatlanul állt, csak marcangolva az idő vasfogától. A település vezetése időben felismerte, ha nem tesznek valamit, ideje korán az enyészet martaléka lesz az eszmei és történelmi értékkel bíró hengermalom. Tényleg nagyon romos állapotban volt, és muszáj volt az állagot megóvni, és ezért a Líderbe pályáztunk tetőcserére, mert teljesen beázott az épület, meg a nyílászárok cseréjére, és akkor már egy új képet mutatott, és akkor a következő évben, ez volt 10-ben, és 13-ban meg a piacot pályáztuk a Líderbe szintén, az egy kicsit a külső részét igazából tette szépé, mert nem ilyen volt, földes volt az udvara, és azért most itt ezzel a piaccal egy kicsit a külső megítélését is javítottuk. Igazából az épület falai meg minden belül ugyanúgy van, mint régen. Ebben az évben kezdtük összegyűjteni ezt a fotórengeteget, és hál' Istennek nagyon sok embert megmozgatott, és a kiállításnak is nagyon nagy sikere volt, mert hát örömmel fedezték föl az emberek önmagukat, illetve a családtagokat, ismerősöket. Azóta ebből a kiállítási anyagból egy kiadvány is elkészült, ez a tavalyi évben került kiadásra, Mesél a múlt címmel. Nekem úgy megfogalmazódott bennem, hogy mindenképpen kellene szállásokat létrehozni, és arra gondolni, hogy esetleg az ide jövők, akár gyerekek, akár felnőttek, akár vadászok tudjanak itt megszállni. Ez a nagy tér, ami itt belső tér, ezt meghagynánk rendezvényekre, táborokra, bálokra, ez kiválóan alkalmas lenne. Az épület szélső szárnyaiban is régi idők szele csap meg bennünket. Az ódon falak nem csak korabeli családi fotókat őriznek. A jobb szárnyon a magyarkesziek által összeadott családi erekjékből nyílt helytörténeti kiállítás. Belépve az az érzésem támad, mintha megláthatnám dédszüleimet, amint például egy dolgos munkával töltött nap után hazatérnek. A dagasztó teknőben szinte érzem a letakart friss kenyértészta illatát, míg dédapám a bölcsőben gégicsélő pulyával játszik el kicsit, addig dédanyám akárcsak ha felteríteni az asztalt.
Az épület bal szárnyán a Boldog békeidők filmes, zenés komédiái köszönnek vissza képekben. Érdekes, hogy a településen élők sem igazán tudták, hogy Dénes Oszkár a híres színész magyar keszi szülötte volt, kisgyermekkora pár évét is itt töltötte. Neki és Bűbályos, no és természetesen nagyon tehetséges feleségének, Bársony Rózsinak állít emléket a szoba. In der Bar im Salon ist die größte Sensation, wenn die Lady erscheint. Immer knapp hinter ihr kommt ihr Sporting-Kavalier, höchstwahrscheinlich ihr Frau. Come on. Listen to me. A tanítást és az iskolai játékot biztosan nem fogják megzavarni a felújítások. Magyar Keszi tavaly pályázott és nyert el a terület és település fejlesztési operatív program keretében 95 millió forintot az általános iskola két épületének az energetikai korszerűsítésére. A munkákat a nyári szünetre időzítik. Ez egy energetikai fejlesztés, ami nagyon sok mindent tartalmaz. A külső szigetelés, ami mindegyik épületre nagyon ráfér, a fűtés korszerűsítése, ami szintén nagyon szükséges, van benne akadálymentesítés, van a mindkét épület tetején napelemek, belső felújítások, úgyhogy elég sok minden belekerült ebbe. Ami mondjuk megnyugtató, hogy mindegyik épületnél a födémszigetelés is benne van, úgyhogy nagyon sokat szenvedtünk azzal, hogy beázik, és így azért, főleg a felső iskolánál talán kiküszöbölhetjük azt, hogyha leszigetelik a födémet, akkor nem lesz leázás. Most 100 tanulónk van az iskolában, és ezért is pályáztuk meg, mert úgy gondoljuk, hogy kell, hogy továbbra is így működjön az iskola, vagy legalábbis azért harcolunk, azt szeretnénk, hogy így lenne, még jó pár évig megmaradjon a felső tagozat is Magyar Keszin, és ezért is pályáztam meg, hogy legyen felújítva, a gyerekeknek is jobb lesz, és nem beszélve arról, hogy a költségek is sokkal kevesebbe fognak kerülni, mert itt azért az energetikai fejlesztés arról szól, hogy megspóroljuk a fűtés egyéb költségeit, úgyhogy ebben nagyon sok minden beletartozik, hogy tényleg az ember ragaszkodik ahhoz, hogy legyen a helyben iskola, ne kelljen a gyerekeknek buszon ülni nap mint nap, és sajnos egy településnek a sorsa azon is múlik, hogy van-e a faluban iskola, vagy nincs, mert akkor már a gyerek nem fog kötődni a faluhoz annyira, mint amikor itthon van. És talán ez a legfontosabb, itthon lenni, bárhol is vagyunk. Mert tudjuk, hogy mindenhol jó, de legjobb mégiscsak otthon. Hát még ha ilyen gazdag, értékeket őrző és átörökítő, páratlan hely, amit otthonnak hívhatunk.